Hasonló feladatokat, problémákat kell megoldanunk a határ mindkét oldalán, mondta Alekszov Ljubomir, a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának alelnöke, aki az ott élő szerbeket képviseli a Magyarország gyűlésben. Célunk a saját anyanyelvünk megőrzése, az adott lakosság, tehát az embereknek az anya, illetve a szülőföldön való megmaradásának a segítése, a kulturális és az oktatás területén, a tájékoztatás területén pedig azoknak a jogoknak a gyakorlatba átültetés, amit az törvények számunkra biztosítanak, és gyakorlatilag pont ez a közös nevező, ami mentén mi együtt tudunk dolgozni. Sok minden összeköt minket, Magyarország és Szerbia között ilyen jó kapcsolat van, a két ország kormányai között pedig a modernkori történelem során soha nem volt ilyen együttműködés, fogalmazott Pásztor Bálint, a VMS elnöke a találkozót követő sajtótájékoztatón. Ez egy örvendetes dolog, de nem elég, ha a kormányok szintjén van ilyen kapcsolat, hanem az emberek szintjén is ilyen kapcsolat kell, hogy legyen. És ezeknek a jó kapcsolatoknak, a közös vállalásoknak, a közös projektumoknak a legnagyobb haszonélvezői a magyarországi szerbek, illetve a vajdasági magyarok. Ez így volt az elmúlt bő 10 évben is, így kell lennie a jövőben is. Éppen ezért került ez a találkozó ma megszervezésre, és arról beszélgettünk, hogy hogyan tudjuk még inkább elmélyíteni ezeket a kapcsolatokat, rendszeressé tenni, és az intézményeink, és egyáltalán a két nemzeti kisebbségnek a politikai vezetői hogyan tudnak minél gyakorlatiassabban együttműködni. A megbeszélésen arról is szó esett, hogy a két ország kisebbségi önkormányzata a jövőben rendszeresen tart együttes üléseket annak érdekében, hogy minél gyakorlatiasabb legyen az együttműködés.